Képzeld el, hogy fülhallgatót szeretnél venni. Bemész egy üzletbe, és látod, hogy az ára 5000 forint. Mielőtt azonban kifizetnéd, valahogy a tudomásodra jut, hogy egy másik 15 perc sétára lévő üzletben pontosan ugyanez a fülhallgató csak 3000 forintba kerül. Hogyan döntenél? Megtennéd a 15 perces sétát a másik üzletbe? Most képzeld el, hogy laptopot szeretnél venni. Bemész egy üzletbe, és látod, hogy az általad áhított laptop ára 485 ezer forint. Te még mielőtt kifizetnéd, megtudod, hogy 15 perc sétára van innen egy másik bolt, ahol ugyanaz a laptop csak 483 ezer forintba kerül. Most hogyan döntenél? Átsétálnál a másik üzletbe? Elég nagy az esély, hogy a fülhallgató esetén azt válaszoltad, hogy megtennéd a 15 perces sétát, míg a laptop esetében nem. Ez pedig azt jelenti, hogy nem vagy racionális. Hogy miért? Az egyetlen dolog, amit mérlegelni kéne, az az, hogy megér-e nekem 15 perc sétát, hogy 2000 forintot spóroljak. Persze könnyű kitalálni, hogy miért adunk következetlen válaszokat. Egy 5000 forintos fülhallgató esetében a 2000 forint jelentős spórolásnak tűnik. A 485 ezer forintos laptop esetében viszont elenyésző kedvezmény. Nézzünk egy másik példát. Képzeld el, hogy este egy koncertre készülsz, a belépőjegy 3000 forint. Amikor odaérsz a helyszínre, észreveszed, hogy a pénztárcádból kiesett 3000 forint készpénz. De aggodalomra semmi ok, nálad van a bankkártyád. Hogyan döntesz? Kifizetnéd a belépőjegyet a koncertre, vagy inkább hazamennél? Most módosítsunk kicsit a helyzeten. Tegyük fel, hogy előre megvetted a jegyet 3000 forintért. De amikor odaérsz a koncertre, észreveszed, hogy elhagytad a jegyet. Most mit tennél? Hajlandó lennél újra megvenni a jegyet 3000 forintért a helyszínen, vagy inkább hazamennél mérgesen? Az emberek többsége az első esetben megvenné a jegyet, a második esetben viszont bosszankodva hazamenne. Pedig ez nem túl logikus viselkedés. A két helyzet lényegében ugyanaz, ugyanezt a kérdést kell megválaszolni. Hajlandó vagyok a kiadni 3000 forintot, hogy láthassam a koncertet. Ez a két gondolatkísérlet arra világít rá, amit egyébként eddig is tudtunk. Pénzügyi választásainkban nem vagyunk mindig következetesek. A döntéseinket gyakran befolyásolják az érzelmeink, az értékrendünk, az igazságérzetünk. A jó hír viszont, hogy nem simán irracionálisak vagyunk, hanem kiszámíthatóan irracionálisak. Vagyis a hibás döntéseink nem teljesen véletlenszerűek, hanem hajlamosak vagyunk mindannyian ugyanazokat a fajta irracionális viselkedés mintákat tanúsítani. Ezeknek a mintáknak a vizsgálatával pedig a viselkedésgazdaságtan, a közgazdaságtan egyik válfaja foglalkozik. Hadd meséljek el nektek egy történetet, ami néhány éve történt velem. Hajszárítót szerettem volna venni, és ahogy a hatalmas választék előtt álltam tanakodva, egyszer csak megakadt a szemem valami furcsán. Ott volt az egyik népszerű márka egy modellje 8000 forintért, de mellette ott volt pontosan ugyanaz a modell, plusz egy hajvasaló, ugyanúgy 8000 forintért. Micsoda? Hajvasaló ingyen? Örömömben abba is hagytam a nézelődést, és boldogan hazavittem a szerzeményem. Később viszont rájöttem valamire. Csúnyán bedöltem a csali hatásnak. Hogy mi az a csali hatás? Mindjárt elmondom, de először hadd meséljek egy kicsit róla. Dan Ariely egy izraeli-amerikai pszichológus és egyetemi professzor, aki 18 éves korában egy robbanásban súlyosan megégett, a balesete után pedig 3 évet töltött kórházban. Ezen időszak alatt úgy érezte, hogy kiszakadt a társadalomból, kívülálló lett, és úgy kezdte el figyelni mások teljesen mindennapi tevékenységeit, mintha egy másik bolygóról jött volna. Elmondása szerint ennek az élménynek köszönhetően válhatott a viselkedésgazdaságtan egyik kiemelkedő alakjává. Kiszámíthatóan Irracionális című könyvében pedig több általa elvégzett viselkedésgazdaságtani kísérletet is bemutat. Az egyik kísérlet ötlete akkor merült fel benne, amikor szembe jött vele az interneten az Economist előfizetési ajánlata. Az első opció. Csak webes előfizetés 59 dollárért. A második opció. Csak papír alapú előfizetés 125 dollárért.
A harmadik opció, webes és papíralapú előfizetés $125. Ti melyik előfizetést választanátok? Állítsátok meg a videót és gondoljátok végig. Biztosan felmerült bennetek is a kérdés. Miért választaná bárki csak a papíralapú előfizetést, ha a papíralapú plusz webes előfizetés ugyanannyiba kerül? Mi értelme van berakni egy olyan opciót, amit senki sem fog választani? Az árazás valószínűleg nagyon is tudatos volt, de úgy döntött, hogy tesztelni fogja ezt a jelenséget. 100 hallgatót megkért, hogy válasszon a 3 előfizetési lehetőség közül. Az eredmények a következők lettek. Csak webes, 16 hallgató. Csak papíralapú, 0 hallgató. Webes plusz papíralapú, 84 hallgató. Logikus, a második opciót senki sem választotta, a befutó pedig a dupla előfizetés lett. Na de az érdekes kérdés csak ezután jön. Vajon befolyásolta őket a csali, vagyis a második opció jelenléte? A következő tesztben Dan kiszedte a második opciót, és 100 másik hallgatót állított a következő választás elé. Csak webes $59, webes plusz papírlapú $125. Vajon így is ugyanaz marad a diákok preferenciája? Ellenkezőleg, hirtelen sokkal kevésbé lett népszerű a dupla előfizetés. A diákok nagy része a webes előfizetést preferálta. Vagyis a csali jelenléte megváltoztatta a diákok választását, és rávette őket arra, hogy a drágább előfizetést válasszák. Az egész mögött az a jelenség áll, hogy az emberek nem igazán tudják, hogy minek, mi kéne, hogy legyen az értéke. A különböző termékek árának megfelelőségét csak egymáshoz képest tudják megítélni. Nehéz megmondani, hogy mi a jobb ajánlat. Webes előfizetés $59, vagy papíralapú $125. Viszont azt nagyon könnyű látni, hogy a web plusz papíralapú előfizetés sokkal jobb, mint a csak papíralapú ugyanannyiért. Itt van mit, mivel összehasonlítani, és mivel a dupla előfizetés nyilvánvalóan jobb, a legtöbben azt választják. Ezt a jelenséget nevezzük csali hatásnak. Velem is ez történt, amikor megvettem a hajszárító-hajvasaló kombinációt. Pedig volt ott egy hajszárnyival kisebb hajszárító is, jóval olcsóbban, és valószínűleg az is tökéletesen megfelelt volna nekem, hogyha a csali nem térített volna el a helyes útról. Egy kísérletben két részre osztották az embereket. Az első csoporttól megkérdezték, hogy szerintük Mahatma Gandhi 9 éves kora előtt vagy után halt meg. A második csoporttól azt kérdezték, hogy szerintük Gandhi 140 éves kora előtt vagy után halt meg. Ez a két szám, a 9 és a 140 volt a horgony. Ezután mindenkit megkértek, hogy tippeljék meg, hány éves korában halt meg Gandhi. Azok, akik az alacsonyabb horgonyt kapták, alacsonyabb számot mondtak. Az átlagos tipp 50 év volt. Azok, akik a magasabb horgonyt kapták, magasabb számot tippeltek. Átlagosan 67 évet. Vagyis a horgony annak ellenére működött, hogy a két szám nyilvánvaló butaság volt. Olyanok vagyunk, mint a kislibák, akiknek születésük után bevésődik az első élőlény anyaként, akit meglátnak. Csak éppen nálunk számok vésődnek be, és később mindent ehhez a számhoz viszonyítunk. Még akkor is, ha teljesen nyilvánvalóan helytelen vagy irreleváns számokról van szó. A horgonyok persze a vásárlási döntéseink során is iszonyatosan fontos szerepet játszanak. Egy másik kísérletben Dan Ariely arra kérte az osztályát, hogy egy lapra írják fel a tajszámuk utolsó két számjegyét. Ezután kirakott különböző tárgyakat az asztalra eléjük. Két különböző bort, egy billentyűzetet, egy egeret, egy tábla csokit és egy könyvet. Majd megkérte őket, hogy minden esetben írják le, hogy az adott tárgyért kifizetnének-e annyit, mint a tajszámuk utolsó két számjegye. Ezután Dan arra kérte őket, hogy írják le, hány dollárt fizetnének az adott tárgyakért. A kísérlet valós volt, vagyis annak a személynek, aki az adott tárgyért a legmagasabb árat kínálta, ténylegesen meg kellett vennie azt. Dan megkérdezte a diákjait, hogy mit gondolnak. Volt-e az ajánlataik nagyságára bármilyen hatással a tajszámuk? Persze a diákok nevetve mondták, hogy ugyan biztosan nem. Pedig nagyon is volt. Ezen a táblázaton láthatóak az eredmények. Egyértelműen látszik, hogy azok a diákok, akiknek a tajszámuk utolsó két számjegye, vagyis a horgony magasabb volt, magasabb árat kínáltak a különböző termékekért, mint azok, akiknél a horgony alacsonyabb volt. Azáltal, hogy Dan arra kérte a diákokat, hogy képzeljék el, megadnának-e egy bizonyos összeget a termékekért, horgonnyá tette ezeket a számokat.
Szóval mi a tanulság? Először is emlékezz a csali hatásra. Ha vásárlás közben észreveszel egy terméket, ami feltűnően nem éri meg, és eszedbe jut, hogy ezt meg mégis ki a fene veszi meg, akkor az valószínűleg egy csali, és azért van ott, hogy a választásodat egy bizonyos másik termék irányába befolyásolja. Ilyenkor képzeld el, hogy a csali termék nincs is a kínálatban, és ilyen szemmel dönts a többi termékről. És persze emlékezz a horgony hatásra is. Ha például elmész cipőt vásárolni, akkor az első felpróbált cipő ára horgonyként fog funkcionálni a fejedben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Hamarosan érkezik egy következő videó, amiben még több viselkedés-gazdaságtani kísérletet ismerhettek meg. Ha nem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel! Ha szívesen támogatnál, azt Patreonon tudod megtenni, a linket megtalálod a leírásban. Várlak vissza titeket! I don't wanna know where you go.